biztos megint nagyon látszívű leszek, de azt mondom, legyen öt. Sziasztok! Sziasztok, daráló! Újra a régi ütemben, egyedül. Igen, most nincs velünk Dávid, nagyon sajnálja. Tehát ma Csomusz 12 Huni és Green Boy 3000 pályáját fogom bedarálni, aminek az a címe, hogy Horror Kaland. Na, ezért is vettem a fényerőt egy kicsit lejjebb. Hát akkor lássuk is. Mint ahogy a címe is jelzi, egy horror pályáról van szó, szóval remélem éjjel nézitek sötétben, hogy meglegyen a hangulat. De ha nem, akkor bújjatok a takaró alá, hogy sötét legyen. Na, azt írja, ha itt vagy, a spam bugos, meg egy liter water, egyszerűen lép rá a taposóaknára. Nem nézek bele a restomba, de nem igazán értem, hogy hogy lehet a spam bugos. Tehát szólóban ugye ott indul a játékos, ahol kilépsz, multiban meg én megszoktam azt restonozni, én úgy nevezem, hogy a játékos gyűjtőt csinálok. Úgyhogy nem világos, de oké. Hát akkor önként és dalóval állépek az aknára. Teleport természetesen, és egy másik helyen vagyunk. Arra is gondoltam, hogy esetleg ez egy poén akar lenni, hogy elromlott a spawn, nem tudom. Aztán írás, tetszik, hogy megvan színezve, meg megvan formázva. Azt mondja, üdvözöllek Greenboy 3000 és Csomusz 12 Hun Horror Adventure mapján. Horror... ugye érződik a egy liter water hatás azért. Kattints rám információért, 2.d. Ne felejtsd, hogy ez a pálya egyjátékos módra való. Akkor pont jó. Egy kicsit beleolvadott a lila már színvak. A bordó szöveg a szívecskékbe. Hát akkor kattintsunk rá. Igen, rám. Poén. Jaj, túl sok info. Azt mondja, szükséges beállítások, videó beállítások, részesség, minimális grafika, szép, stb. Leírja, hogy kell beállítani. Nagyon jó, tetszik, okos. Persze ezen a pályán nyilván fontos a hangulat érdekében, hogy be legyenek állítva, tehát nem mondom azt, hogy minden pályán fontos, hogy ott legyen, de talán érezhető az, hogy egy fokkal még intelligensebb az a pálya, ami ilyeneket is megmond, ilyen apróságokat. Persze én sem szoktam vele szórakozni, hiszen ha nem tetszik a játékosnak, úgy is átállítja, hogy neki legyen kényelmes, de az én szememben azért egy kicsit mégis emeli a szintjét. A következő másodpercekben azt láthatjátok, hogy hogyan ájultam el ettől a blokktól, ettől a vékony portáltól, nem tudom, hogy rakták oda, biztos azt megfelelő datát adták a portálnak, nem tudom, még nem csináltam ilyet, de teljesen megigézett. Terem egyik felében tábla, a szabályok a régiek, ne törj, ne csal, ne válts game módot, stb. Annyi jó tanás, hogy inkább szerintem azt érdemes odaírni, hogy milyen game módban játszon, hiszen előfordulhat az, hogy kénytelen game módot váltani, de átmenni kreatívban, hogy ki tudjon onnan repülni, tehát hogy valahogy beszorul, valami zsákutca van, és akkor át kell váltania, és hogy tudja, hogy mibe kell visszaváltania. Talán még nem olyan megszokott az, hogy Adventure módba, tehát még most is előfordul az, hogy vannak, hát ugye főleg a régi pályák, hogy túlélőben kell rajta játszani, úgyhogy vannak, akiknél még ez a reflex, hogy túlélőbe váltanak. Mellette van egy gomba, ami kírja teljesen ugyanazokat, a beállításokat. Igazából csak annyi, hogy feleslegesnek tartom, tehát vagy a szövegeset, amikor a szövegre kattintottam, azt kellett volna kivenni, vagy ezt. Szóval én nem tartom fontosnak. Viszont ez nagyon tetszik benne, hogy megváltozik a gomb kezdésé. Látványos. Tetszik. Gombnyomás után sikátor. Egy láda, benne két könyv, háttér és cselekmény. Igazából azt nem értem, hogy miért váltottunk át könyvre. Tehát ideig minden csetre írt most miért könyves, de oké. Akkor lássuk a hátteret, világos betűszín, még olvasható, tűrés határon belül van, de hát azt hiszem látható, hogy például fehéret nem nagyon adjunk könyvben, mert az kifolyik a szemünk, de ez még oké szerintem. Na, tehát a nevet Pap Roland, oké. 1979. január 18-án születtél Pesten. Egy nyomozó vagy, azért lettél nyomozó, mert van egy érzéked ahhoz, hogy megláss összefüggéseket. kicsit furcsa fogalmazás, de értem. A cselekményt is világos színnel írták, de még elbírom olvasni. A gyilkost eddig tudtad üldözni, de most elvesztetted a nyomát, még nem jutatott messze.
Az építés eddig szép. Egy easter egg. Mondtam, hogy ne drift egy kukás autóval. Oké. Menjünk be itt. Azt mondja, a karóra tűzött fej. Nincs egy 20-asod? Kicsit furcsa nekem, hogy most táblára üzen, ott vannak a beszédek, hiszen eddig chatet használt tök jól. Régen volt ez a módszer, hogy kénytelenek voltunk teletapétázni a falat egy beszélgetéssel. Kicsit arrébb egy másik nyitott ajtó, azon belül egy kicsit eldugva még egy nyitott ajtó, aztán egy tábla, 19-5-1-E-5, nem is tudom, fogalmam sincs mit jelent ez, nem is fogom megfejteni. Egy kis spoiler, nem fogom tudni a pálya végén se, hogy mi az. Lehet írni a tippeket, hogy mi ez, vagy a készítő is megírhatja, hogy ez mi, mert nem jöttem rá. Lemászva néhány hordó, úgy látszik ez valami borospince, és az egyik sarkában pedig csatorna. Furcsa. Meg volt az első fosható rész, teljesen jó volt, tetszett, jó volt megcsinálva az effekt, na. Aztán pedig írás, hol vagyok, csak egy álom volt. Oké, akkor most felébredtem a börtönben. Exit zárva, beszakadt fal tábla. Júli, azaz July, októl C, mi? Oké. 1952 V-re sikrült, de mi, már az I betű, N áron, a sötétség mindent elnyel. Egy ismerős arc. A második ijesztés után egy labirintusba vagyunk. Hát, ettől jobban megijedtem, mint magát az ijesztéstől. A végén újabb effekt, nagyon tetszik, nagyon jól eltalált, ügyesek, tényleg elismerés. Aztán írás, mi volt ez? Ez az ügy egyre furább. A lényeg, hogy kijutottam. Ja. Aztán egy terem. Nyom meg, ha nem tudod megoldani. Cö. Hát ezt a gombot nem nekem csinálták, viszont plusz pont, hogy gondoltak arra, aki nem tudja, vagy nem is fogja megoldani a rejtvényt. Aztán még sok táblam. Egy egyenlő ket, kettő egyenlő blocks, stb. Ez meg azt írja, helyezd be az itemeket meg egy liter water a megfelelő sorrendben. A ládában pedig lemezek, ugye, amiknek a címét a táblákon láttuk. Tetszik ez a rejtvény. Igazából egy gondom van vele, hogy igazából csak másolás, tehát nincsen benne semmi rejtvény. Úgy, ahogy van, a táblákon úgy kell bepakolni a dropperbe. Kár, hogy egy kicsit nem kavarta meg, hogy mondjuk a nem ugyanabban a sorrendben vannak, hanem mondjuk az egyes van középen. Tehát valami. Ha bepakoltuk a tárgyakat, akkor látványosan kinyílik a fal, és itt jön a kedvenc effektem az egészben. Ahogy megyünk a folyosón, úgy követ a fény. Nagyon állat, ez a kedvencem, tök jó. Úgy látszik, egy kórházban vagyok, keresek egy villanykapcsolót. Remélem fületetek és hallottátok ezeket a lépteket, meg ezt az ajtócsapódást. Ez a másik kedvenc effektem benne, tehát ez még jobban tetszik, mint a fényes. Nagyon írtó hangulatos, mint hogyha tényleg lett volna valaki és mászkált volna egy szóló pályán, szóval megint csak gratulálok. És még azt is mondtam, hogy ki volt ez. Ebben a részben csak azt nem értem, hogy amikor azt mondja, hogy úgy látszik kórházban vagyok, hát ez miből látszik? Ez simán lehetne egy emeletes háznak a földszintje. Az emeleten három kapcsolót is találtam, a csavar benne az, hogy fölfelé kell húzni, nem lefelé. Akkor mondjuk biztosíték. Ettől kinyílik a recepció melletti ajtó, és átmehetünk valami raktárszobába. Itt meg lyukas a fal. Hangulatos ez a villódzás, tetszik. Olyan igazi horrorfilmes. Oké, lelőttem magam, odaállt meg checkpoint, és visszafelé meg nem lehet ugrani, mert magas a blokk. Zsákutca. Lehet, hogy elhagytam valamit a előző termekben, vagy itt kellett volna megtalálnom valamit, itt nem találtam semmit, még a diszpenzert is kiürítettem, úgyhogy számomra itt elakadtam, kénytelen voltam egy kicsit csalni. Oké, a checkpoint után, láva. Miért van egy kórházban láva? Végülis nem túl nehéz ez az ugrálós rész, egy darabig azért szórakoztam, megsúgom, az a titka, hogy ne ugorjatok le, tehát felülről kell arra a létrára ugrani. Bámul engem azzal a vérfagyasztó szemeivel.
Úgy tűnik választás elé értem. Bosszú vagy kiárat? Legyen mondjuk kiárat, nem akarok mobfájtó lenni. A szíra gyorsabbnak kell lenned, mint a reston. Hát ez nem hangzik van, hogy bizalomgerjesztőn. Természetesen nem érem el az ajtót. Valahogy sikerült beleakadnom a blokkba, gondolom esnem nem kéne. De egyébként tetszik az effekt. Edward, már vártalak. Mi van? Én nem akartam harcolni. Az epikus küzdelem után a halott Edward azt mondja, nekünk most jobban érzed magad? Ott van a széf a falon apád értékeivel. És kapunk kulcsot tőle. A széfben nincs cukorsó, viszont van mindenféle bigyó. Öreg koszos picska, Rolex, Welcome back Uncle Joe, vissza a jövőben Easter egg. Szépen berendezett iroda, tetszik. Ajtó, oké. Aztán lépcsőház, mi ez, felhő vagy kiömlött a tej? Kint rendőrök, megöltem, de valahogy nem érzem magam jobban. Uram, jól van? Úgy látszik megsérült, elvigyük egy kórházba? Nem, csak kérem vigyenek haza, még jó, hogy nem akarok visszamenni abba a kórházba. Azt mondja, rendben, szálljon be az autóba. Beszálláshoz nyom meg az ajtó oldalán lévő gombot. És gombnyomás a kreditek. A Herobrine birodalmás stílusban, csetre írja ki. Nagyon tetszik még mindig, nagyon látványos. Akkor amíg ez a kreditek pörög, addig elmondok egy összefoglalást, nem. Szóval, a történet egy kicsit homályos, tehát oké, nyomozó vagyok, valakit üldöztem, akkor ha jól értettem, most a végén őt győztem le, és elvettem tőle az apám széfjében lévő cuccokat. Nem tudom, én egy kicsit megkavarodtam a végére, hogy akkor most mi van. Az ijesztések és az effektek azok határozottan jók voltak, nagyon jó, profi, megint nagyon jó resztonozás. Közben nem igazán tudtam elhelyezni a dolgokat, tehát valami volt, ugye aztán felébredtem, nekem börtönnek tűnt, ahol felébredtem, aztán kiderült, hogy kórház, jó, oké, szóval nekem egy kicsit olyan megkavaró volt, aztán a kórházba hogy kerültem abba az irodába, vagy nem tudom, a történet nekem homályos volt, most miért üldözöm ezt a valakit, hol kéne keresnem, hol üldözöm, ugye ezek a váltások, úgyhogy... Viszont az effektek és az építés az teljesen rendben volt. Élveztem a pályát, tetszett, jó volt. Még akkor is, ha nem igazán értettem, hogy most hol vagyok a történetben, teljesen jó volt. Szóval ez volt Chomus 12 Hun és Greenboy pályája, Greenboy 3000 pályája, a horror kaland, és jó volt. A kézikönyv óvjon. És most lássuk, hogy mi lett volna a bosszú.